Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit. Kivételesen egy beszámoló következik, de nem a mi állapotunkról, mármint hogy velem mi van, hanem, amiről már rég nem volt szó, a Cockhedge bontásról. Megmutatom. Elfordítom. Így jobban látszik, hogy itt mögöttem, nem ott mögöttem. Elkezdték nagyba a bontást, tehát hogy azoknak a raktárait, azoknak a boltoknak a raktárait, amiket még július folyamán bezártak, illetve az utolsó az azt hiszem októberben fogják kezdeni a bontást, most még november 30-a van, de hogy ugye legkésőbb azt hiszem augusztusban volt az utolsó, aki kiköltözött, és azóta vártak arra, hogy bontsák, de most elkezdték a bontást, itt az üzletek raktárait már lebontották, és hát kvázi az üzleteket is, tehát csak a belső portálok maradtak meg. Mivel le van zárva az a terület, tehát nem tudom megmutatni, nem tudok oda menni megmutatni, de hogy a belső portálok még megvannak, az üvegportálok, tehát a kirakatok, de maguk az üzletek azok már le lettek szedve. Aztán, hogy mikor lesz kész az újjáépítés, hogyha a bontással ennyit csúsztak, azt nem tudom. Főleg ugye, hogy most csak ezt a felét bontják, tehát itt a külső felét, ami közelebb van a buszfelhőzvarhoz. Mikor ezt átépítve nem tudom, főleg azt is figyelme véve, hogy ugye ott, ahol volt a városháza, ott már azért egy legalább fél éve burjánzik a gaz, és nem történik semmi. Tehát kvázi létrejött egy park, amit csak a madarak használnak. Na mindegy. Szóval ez van, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul, hogy mikor lesz teljesen átépítve. Mindenesetre legalább a bontás elkezdődött, már az is valami, és gőzelővel halad. Ennek vannak bizonyos hátrányai, de hát ezzel jár. Na mindegy. Na csak ezt akartam mutatni, hogy elkezdték a bontást, úgyhogy további részt majd később. Addig is like, komment, feliratkozás, stb. És bye everybody.